Az Ady Endre nevével fémjelzett a magyar irodalom megújulását jelentő Holnap irodalmi mozgalom és antológia megjelenése után 110 évvel Élővárad címmel jelent meg most 5 fiatal író és költő antológiája. A nagyváradi kiadvánnyal az 1900-as évek elején pezsgő irodalmi életet szeretnék újjáéleszteni. Ilyennek láthatta Ady Endre a Peceparti Párizst, a Vérvárosát, a Holnap városát, Nagyváradot, amikor az 1900-as évek elején ide szerződött újságírónak. Az MKK Kávéház teraszán alakult meg a Holnap Irodalmi Társaság. A hét költő egy olyan irodalmi antológia megjelenéséről döntött, mely szakít a hagyományos magyar irodalmi nyelvezettel. Ettől az antológiától kezdve számítjuk a költészet megújulását, az irodalom megújulását, így hát a magyar modern irodalom kezdete ki lehet jelenteni, Nagyváradon indul el. Hátra szegni az állat, hogy kéne? Ha túl nagyra nőtt az állat, hogy kéne szépen befogni a szájat? Hogy kéne letörölgetni a szárnyat? Hogy kéne összeterelni a nyájat? Hogy kéne visszaszívni a nyálat? Hogy kéne kihúzni a hátat? Nagyvárad nevezetes terein, szobrainál, kulturális intézményeiben olvassák fel verseiket, költeményeiket, prózáikat az Élővárad antológia szerzői. Több alkalommal tartottak performanszokat, figyelemfelhívó megnyilvánulásokat. 2 év alatt szakmai közösséggé alakultak. Akkor lehet szava a kulturális életben, hogyha le is tesz valamit az asztalra. Ezért nagyon fontos számomra az Élővárad antológia, mert van valami, amit fel tudunk mutatni, amit meg tudunk mutatni az embereknek. Igen, mi ezzel foglalkozunk. Elsősorban azt foglalkoztat, hogy hogyan működnek a családok, hogyan tudunk beszélni a családról kortárs közegben, mit jelent számunkra manapság a család, a családi kötelék, milyen terheket hordoz egy-egy családi kötelék. Hanyagul lerúgott balcipőt dombjáról nézek most lefelé a csésze rengetegre, vékony falak salétrom sóhaján túl, fogai közt hozza a tavaszt, egy hárfa hátú agár. Az Élővárad mozgalom fiatal íróinak, költőinek ez az első önálló kötetük. Attól, hogy egy városban élnek írók, költők, attól annak a városnak még nincsen feltétlenül irodalma. Ahhoz egy magasabb szervezettségi szintre van szükség arra, hogy ezek az írók és költők közösségként gondoljanak egymásra, hassanak egymásra, és egy ilyen közösségként egy nagyobb közösség a város életének részei legyenek. Ez az Élővárad antológia, ez ebbe az irányba egy nagyon komoly lépés. Nagyváradon a Holnapos költők antológiáját követően mind a mai napig nem jelent meg hasonló kiadvány. Kiáltom a többiekkel, hogy önbizalom, bár sovany igaz. Még mindig miénk az eredeti erdélyi magyar viasz.